Tisztelt vendégeink, kollégáim, kedves szülők, kedves gyerekek! A Hunyadi Mátyás magyar-angol kéttanítási nyelvű általános iskola tanévnyitó ünnepsége megkezdődik. Fogadjuk tisztelettel városunk és iskolánk zászlaját. Tisztelettel köszöntöm az elnökségi asztalnál helyet foglaló vendégeinket. Törökszent Miklós város polgármesterét, dr. Juhász Enikő asszonyt. Kazinczy Istvánné asszonyt, a Törökszent Miklósi tankerület igazgatónőjét. Pozderka Istvánné, önkormányzati képviselőt. Turba Józsefné, önkormányzati képviselőt. A Tiszatenyői Szent István általános iskolából Tóth Éva igazgatónőt. A Kengyeli Kossuth Lajos általános iskolából Tóthné Kispál Tünde igazgatónőt. A Kodály Zoltán alapfokú művészeti iskolából Balázs Zsolt igazgató urat. Intézményi tanácsunk elnökasszonyát, dr. Svezákné Rapai Edinát. Az iskolánkban működő Művelt Tanulókért Alapítvány elnökét, dr. Vargáné Hegedűs Máriát. Székpál igazgatórat, intézményünk vezetőjét. Juhász Anikó, pedagógiai igazgatóhelyettes. Farkas Bélánét, a sajátos nevelésigényű tanulók tagozatának vezetőjét. Fehér Petra intézményvezetőt, a városellátó szolgáltatás vezetőjét. Simonné Gulyás Ilona tanárnőt. Ünnepségünk elején énekeljük el közösen a himnuszt. Thank you.
Az ünnepi beszéd megtartására felkérem Szécsi Pál igazgató urat. Kedves diákok, szülők, pedagógus kollégák, vendégeink! Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm körünkben Áder János köztársasági úr által augusztus 20-án a Magyar Érdemkereszt kitüntetésben részesült polgármester asszonyunkat, dr. Juhász Enikőt. Ezúton is szívből gratulálok neki. Kazinczy Istvánné asszonyt, tankerületi igazgatónkat. Az önkormányzati képviselőtestület megjelent tagjait. Fehér Petrát, a városellátó szolgálat vezetőjét. A tankerületi iskolák, óvodák igazgatóit. Farkas Bélánét, kolléganőnket, akinek életművének elismeréseként a Jász-Nagykun-Szolnok megyei pedagógiai díjat kapta meg a közgyűléstől. Szeretettel köszöntök minden résztvevőt a Hunyadi Mátyás magyar-angol kéttanítási nyelvű általános iskolában, az első alkalommal megrendezett városi, a 2014-15-ös tanévet megnyitó ünnepségen. A Hunyadi, a mi iskolánk olyan, mint egy terebélyes, nagy, oltalmat nyújtó fa. Sok száz gyökérrel kapaszkodik az anyaföldbe, kapcsolódik az Alvéghez, Törökszent Miklóshoz. Ez az élő szervezet nem önmagában létezik, hanem együtt él környezetével. Iskolánk is a kezdetektől számíthat az őt körülvevő lakosság támogatására, segítségére. Ugyanakkor meghálálja a gondoskodást, hisz a szülők igényeinek megfelelő, a gyermekek képességéhez igazodó oktatást biztosít. A nevelő-oktató munkán túl számos szállal kötődik a város, a járás, kulturális, művészeti, társadalmi életéhez. Nem véletlen az intézményünkhöz kötődő szlogen, a Hunyadi több mint egy iskola. Intézményünk történetében az 56. tanévet kezdjük a mai napon. Fontos ez a nap. Azoknak, akik diákként, akik már több éve koptatják iskolánk padjait, azért, mert vissza kell zökkenni a nyár szabadabb, kötetlenebb napi tevékenységeiből az iskola rendszerezett, fegyelmet követelő légkörébe. Fontos ez a mai nap az újdonsült elsősöknek is. Egy új közösség, egy új tanítónéni megismerése, elfogadása a közösségbe beilleszkedés miatt. A város iskolája, a Hunyadi, melynek egy jelentős része felújításra került és megszépült. Kész a tanév megnyitására, az előttünk álló 181 tanítási nap magas színvonalú lebonyolítására. Nyugodt feltételek mellett kezdhetjük meg a tanévet, mert van elég tanterem, taneszköz és pedagógus is. Tantestületünk erősödött ebben az évben. Iskolánkban új, a pedagógus pályán már gyakorlott kollégákat mutathatok be közösségünknek. Ambrus Eszter tanárnőt, aki matematikát fog tanítani. Csibi Zoltánné tanítónőt, Csipes Piroska tanítónőt, Gyáni Mária tanárnőt, aki angol nyelvet tanít, Lőrinci Erika tanárnőt, aki magyart oktat, és Orosz Máténét, Tündenénit, aki szintén tanítóként dolgozik nálunk. Fogadják őket nagy szeretettel és tisztelettel, és munkájukhoz ezúton is, ehelyről is sok sikert kívánok. A jól bevált, népszerű és a városban egyedi programok szerint szervezzük meg az oktatást. 10 éve sikeres az angol-magyar két tannyelvi oktatás,
és második éve indítjuk a kézilabda emelt angolos képzést. Mindkét programra sok gyermek jelentkezik, és aktívan bekapcsolódik az iskolanyitogató programunkba. Idén is erősíteni kívánjuk a tanulás, mint érték közvetítését. Segítjük tehetségeinket. Közel 100 órát biztosítunk a fejlesztésre, a tehetséggondozásra. Szigorú elvárásokat kérünk számon a renitens és bukott tanulóktól is, és a szüleiktől is. Iskolánk a gyermekkézilabda, a szivacs kézilabda oktatás fellegvárává vált. Az elkövetkező években is jó együttműködésben bízunk a Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesülettel. Folytatjuk az együttműködést a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Oktatási Intézménnyel, vizuális és a szolfés oktatás terén. A méltán híres néptáncoktatást is folytatjuk Szilágyi Erik és Fekete Dániel képviseletében, oktatásában. Több sportegyesülettel működünk együtt, és ők az edzéseiket itt, a tornatermünkben tartják. Kedves hunyadi tanulók! Tanévünket rendezett környezetben kezdjük el. Az önkormányzat jelentős felújítást végzett el, és hagyományosan sok önként vállalt segítséget kaptunk a szülőktől is. Kérlek titeket, óvjátok értékeinket, a tanítási eszközeinket. Vigyázzunk az iskolára. Tisztelt tanulók, tisztelt jelenlévők! A szeptemberi csengőszó 634 diákot hív az iskolapadba. Örvendetes, hogy évek óta stabil azoknak a tanulóknak a létszáma, akik büszkén hunyadisnak hallhatják magukat. A város legnagyobb általános iskolájában, 26 osztályban, 14 napközis csoportban kezdik meg tanulmányai diákjaink. És 50 pedagógus, tanító és tanár segítségével fedezhetik fel a tudás birodalmát. Kedves elsősök! Szeretettel vártunk titeket, sokan már ismerősként jöttetek, hisz iskolanyitogató programunkon részt vettetek, megismerve a tanítónéniket. Forduljatok hozzájuk bizalommal, hiszen ők is nagy szeretettel, türelemmel, kedvességgel bánnak veletek, mint a most búcsúzó óvónénik. Ők lesznek azok, akik a tanulás folyamatába, a tudás hatalmába beavatnak titeket. Mindannyian azon lesznek, hogy jól érezzétek magatokat azon a sok programon, melyet a diák önkormányzat és a tantestületet állított össze számotokra erre a tanévre. Ezek alapján biztosan tudom, hogy nem csak az első nap tértek haza élményekkel gazdagon az iskolából, a Hunyadiból. Ehhez kívánok mindenkinek eredményes és jó munkát iskolánk életének 56. évében. A mindennapos testnevelés keretében iskolánkban néptáncoktatása is megvalósul. Tehetséges diákjaink közül többen az Ezer Jó Szent Miklós Néptánc Együttesben gazdagítják tovább tudásukat. A most következő műsort tőlük fogjuk látni. Bontovics Gréta és Tekse Patrik Somogyi ugrós mutat be. Nagy Fanni, Nagy Noémi, Nagy Zsombor és Németh Kristóf bodrogközi táncokat ad elő, és a végén Szilágyi Erik és Fekete Dániel néptáncoktatók előadásában Kalota Szeki Legényes következik.
Közössége már nagyon várta az új elsősöket. Most kérem akkor a Tulipánkert óvodából azokat a kisgyerekeket, akik műsorral készültek számunkra. Takácselit és Urbánné Baranyai Tünde tanítónénéket, hogy jöjjenek ide előre. És a kísérő óvónénik közül kérem fáradjon ide előre Csányi Molnár Károlyné, Boda Illésné és Horvátné Túrcsány Ilona óvónő. Szeretnénk nekik megköszönni áldozatos munkájukat. Szeretet, türelem, szakmailag eredményes hétköznapok sora tette lehetővé, hogy ennyi kisgyermek kezdi meg iskolai tanulmányait a Hunyadiban. Az új kisovisokhoz pedig jó egészséget, türelmet és sok-sok derűt kívánunk a mindennapokban. Kérem akkor igazgatóra, és szeretném, ha ide előre fáradna Széchenyi Csipes Katalin óvónő. Amint tudjuk, Katika már jól megérdemelt pihenő idejét tölti, ezért ezt az alkalmat szeretnénk megragadni arra, hogy a Hunyadi Tantestülete nevében megköszönjük sok évtizedes tevékenységét.
Eredményes pedagógiai munkáját rendszeresen tapasztalhattuk, hiszen a csoportjaiból kikerülő gyermekek magabiztosan léphették át a Hunyadi küszöbét. Mosolyából, türelméből, szeretetéből nem csak az óvodás gyerekeknek juttatott, hanem a mi iskolánk is bőven részesedett belőle. Szeretettel kívánunk neked hosszú, boldog éveket! Iskolánk énekkara az előző tanévben kezdte meg tevékenységét. Nagyon magasra tették a mércét, hiszen már az első komoly megmérettetésen aranyminősítést szereztek. Az ő műsoruk következik most. Poczai Boglárka 5. A-osztályos tanuló előadásában népdalt hallhatunk, melynek címe Hazám, hazám. Ezután a Kormorán együttes Ez a hely a tiéd című dala szól a legkisebbek tiszteletére. Karvezető Szűcs Evelin tanárnő. Hazám, hazám én.